Az elmúlt évtizedekben a nyíregyházi férfi kézilabda megjárt magasságokat és mélységeket. Volt, hogy az NB1-ben is meghatározónak számított a város csapata, majd megszűnés és újraindulás után NB1B, aztán NB2 következett. Jelenleg pedig nincs felnőtt együttes a megyeszékhelyen. Elindult viszont egy építkezési folyamat a korábbi nyíregyházi közönség kedvenc Búszás Bozsidár irányításával. Másfél év ezelőtt kezdtünk együtt dolgozni a srácokkal, mikor megszűnt a felnőtt kézilabda nyíregyházán, és akkor sportcentrumnak az a új cél, hogy legyünk egy utánpótlás nevelőiskola. Az most a legmagas korosztály, amit mi indulunk, az U20, de a srácok sokkal fiatalabb, tehát serdülő osztályt, azt jelenti, hogy 17 évesek, és akkor úgy döntöttünk, hogy elindítjunk őket egy magas korosztályba, hogy jobban tudnak fejlődni. Jelenleg a másodosztály keleti csoportjában szerepel a csapat, újoncként a bennmaradás a cél. A nyíregyháziak a legutóbbi fordulóban a Mizsek-AC-t verték 47-28-ra. 5 forduló után 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 7. helyén áll a búszási legénység. Az edző nem csak az eredményekkel, hanem játékosai teljesítményével is elégedett lehet. Nagyon sokat fejlődtek, tavaly játszottunk a serdülő másodosztály, másodikán végeztünk, előttünk csak a Gödölő volt, akinél volt 6-7 olyan srác, aki idősebb nálunk, és megelőztek minket. De nagyon elégedett vagyok a munkával, amit végzünk együtt, és tehát látszik a fejlődés, meg sok olyan srác van, aki komoly játékos lehet itt. A fiatalok számára motiváló lenne, ha látnának maguk előtt egy felnőtt csapatot, amelynek keretébe felkerülhetnek. De talán ők lesznek azok, akik majd ismét felrakják a sportág térképére a nyíregyházi felnőtt férfi kézilabdát. Nyilván szeretném, hogy visszatérjen erre az útra a nyíregyházi kézilabda, ahol volt, én is voltam valamikor ennek a része, visszagondolkozni jó mindig. Próbálok én, tehát amit rajta múlik, tehát minden meg fogok tenni a szorgalommal, meg a munkámmal, meg a fiúk is biztos minden meg fognak tenni, hogy ők is tegyenek valamit olyan, hogy olyan jelet adjunk a sportcentrumnak, hogy igenis az a város megérdemeli a felnőtt kézilabdát. A nyíregyházi sportcentrum U20-as csapata legközelebb október 28-án Dunakeszin lép pályára bajnoki mérkőzésen.